Hajnal Miklóssal, a Momentum képviseletében kezdjük, tehát a mai reggelt. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, és köszöntjük a HVG újságíróját is, Tarnék Kristóf Ávert. Szia, jó reggelt, aki egyből az első kérdés. Igen, köszönöm szépen, hát idefele két helyen is láttam ezt a említett plakátot, Gerencsér Ferenc valahogy nem fér bele a sziluettbe, Donát Anna, ugye ez? Donát Anna. Beleférni lehet, hogy belefér a sziluettbe, de legutóbb, amikor én mondjuk tegnap találkoztam Gerencsér Ferenccel, akkor még a frizurája annyira nem passzolt. Láttam az interneten terjedő különböző mémeket, meg grafikákat, hogy itt már valaki Zambó Jimmy-t is belelett ebbe a plakátba. Látod, hogy nagy hajú. Hajstiben, na de akkor Donát Anna lesz, ugye? Én Zambó Jimmy-t is cáfolnám. Donát Annával kapcsolatban egyelőre nem tudom megerősíteni, de biztos vagyok. Topos Márton terület megerősítette már ezt itt az esti műsorunkban. Topos Márton megerősítette? Igen. Én azt gondolom, hogy február 4-én mindenki látni fogja, hogy a Momentum rendezvényén, hogy kiben és egyébként milyen vízióban gondolkodik. Akkor bocsánat, beszéljünk arról, hogy ugye alapvetően itt olyan problémák vannak felírva, tanárhiány, gázáremelés, drágulás, infláció, igen, amik alapvetően belföldi problémák, vannak nemzetközi hatásai, de hogy ez alapvetően országos problémák ebben a formában. Most ehhez képest ugye országgyűlési választás elég soká lesz, tehát önök alapvetően két választásra készülhetnek, az Európai Parlamenti választásra és az önkormányzati választásra. Akár Donát Anna, akár bárki más, aki most be fogják jelenteni, hogy ő lesz a lista vezető, ő lesz a pártúj arca, hogy fogja ezeket a problémákat megoldani Strasbourgból, a fővárosi önkormányzattól, vagy bármelyik másik polgármesteri hivatalból? Hát egyrészt ez nem egy kampányító esemény, másrészt nem pozíciókról szól ez a rendezvény. Én azt gondolom, hogy ha most ezt feltétlenül kategorizálni vagy címkézni kell, részben egy évértékelő, részben egy helyzetértékelő és egy programadó rendezvénnyel készülünk. De bocsánat, a programot mire adják, hanem a 2024-es kettő választásra? Szerintem sokkal hosszabb távra. Hosszú távra? Én azt gondolom, hogy Magyarország jövőjét a fundamentumoktól kell újra gondolni. Donát Annának több publicisztikája is volt erről az elmúlt hónapokban. Főleg a nyári időszakban nyilván, mióta megszületett a gyereke, azóta kevésbé volt aktív a politikában, de én azt gondolom, hogy ezeknek a gondolatoknak az összességét kell, hogy a Momentum mint egy egységes ajánlat letegye az asztalra. Ennél jobban a részletekbe azért nem mennék bele, mert mindenki fog derülni februárban. Sokan arra is gondolnak, hogy ez egyfajta ellencsapás, a DK néhány hónapja beindult hasonló erejű lányékkormány 2. Igen, a térnyerésevel szemben, hogy még időben próbálnak egyfajta alternatívát kínálni. Mindenképpen külön alternatívában gondolkodnak, szóba sem kerül az, hogy esetleg a korábbiakhoz hasonló együttműködés legyen az ellenzéki pártok között? Én azt gondolom, hogy kifejezetten fontos az együttműködés, leginkább az önkormányzatokban, most is, ahol kormány az az ellenzék, ott fontos, hogy ezt megőrizzük, és egyébként ott, ahol jelenleg nem mi adjuk a többséget, ott is fontos az együttműködés. Egyébként például a Jászberényi esetről is most elég sok szó volt az elmúlt napokban, és a Jászberényi választásról. Ott is szerencsére volt együttműködés a legtöbb párt között. Nyilván ott egy civil ernyőszervezet színeiben, meg keretében valósult ez meg. Tehát ennek a formájáról szerintem még korai beszélni, nem lehet megjósolni, hogy mi lesz a 24-es együttműködés formája, hogy lesz-e előválasztás, nem lesz előválasztás. Hát ez most önök is alakítják, hiszen... Ez nyilvánvalóan én azt gondolom, igen, és én azt gondolom, hogy a Momentum álláspontja abban nem változott, hogy mi 2019-ben is az együttműködés pártján álltunk, és most is az együttműködés pártján állunk. Ettől még egy európai parlamenti választás abban a szempontból, az egyik legideálisabb választás, hogy ez egy arányos, igazságos választási rendszer. Itt tényleg megmérettethetik magukat. Gondolom, külön indulnak az EP-n. Szerintem ez a magától értetődő, hogy ott minden párt, beleértve a Momentumot is, meg fogja mérettetni magát, és nyilván erre is kell készülni, és szerintem minden pártnak kell azon gondolkozni, hogy mi az ő ajánlata a választóknak, főleg 2022 fényében, mert azért látszódott, hogy az az ajánlat, amit akkor letettünk az asztalra, ezt ki kell mondani némi önkritikával, az nem volt elég. És itt most ez van egy fontos kérdés, amelyet az EP-ről beszéltünk, ugye Momentum liberális internacionáléban van benne, Renew frakcióban, ALDE pártcsaládban, mégis mintha ezt vonakodnak ki, mondani, Momentum az egy liberális párt. Én azt gondolom, hogy rengeteg liberális tagunk van, de nem,
nem állítanám azt, hogy ez egy liberális párt, mert vannak szociáldemokrata tagjaink, vannak konzervatív liberális tagjaink, szóval szerintem ez egy... Az egy konzervatív párt, az egy liberális párt, egy jobboldali vagy baloldali párt? Ez nem gyűjtő párt vagyunk, tehát itt több különböző világnézet is megfér egymásnak. Jó, de ez egy kicsit megkerülése választnak. Kicsit megkerülése a válasznak, de a Momentum nem ideológiai alapon jött létre, persze. De hogy lehet mondjuk úgy kormányozni, hogy nem ideológiai, tehát hogy értékválasztást le kell tenni, hogyha bármilyen hatalmi pozícióban vannak. És szerintem erre látunk is jó példákat, tehát hogyha megnézem mondjuk az önkormányzatokat, ahol talán a legjobban lehet látni azt, hogy egy Momentumos polgármester hogy kormányoz, akkor mondjuk a hatodik kerületben például látszódik a szociális érzékenység gyakorlati megvalósulása, szociális bérlakásokat újítanak fel, és amikor én ránézek arra, hogy egyébként egy Momentumos polgármester vezette önkormányzatban, hogy néznek ki a szociális bérlakások, én arra büszke vagyok, bárcsak így néznének ki mindenhol. Igen. És ezeken az apróságokat, szerintem ezeket kell bemutatnunk majd minél több helyen. Igen, de azért az önkormányzat, ez egy kicsit, az inkább ez egy helyi dolog, de mondjuk egy országos politikában, hogyha mondjuk a Momentum például koalíciós partner lenne egy kormányban, akkor azért el kéne dönteni, hogy kisebb vagy nagyobb állami beavatkozást akarnak a gazdaságba, mondjuk egy fűlegalizálását és egy melegházasságot támogatnak-e. Most csak mondtam néhány ékes példát, hogy miért érzem azt egy jogos kérdésnek, hogy jobb vagy baloldal, konzervatív vagy liberális. Szerintem sok kérdése már egyébként választottunk a múltban, akár a Momentum választási programjaiban, akár egyébként az ellenzéki együttműködésben is igyekeztünk érvényesíteni azt, hogy mi milyen jövőképet képzelünk el. Tehát egyébként például minden évben kint vagyunk a Pride-on következetesen, tehát mondjuk ebben a kérdésben szerintem nagyon egyértelmű a Momentum álláspontja, de a többiben is én nem érzem azt, hogy zsákba macskát árulnak. Az SDS fóbiától félnek? Hát ezt mondták ránk mindig, mondták az elején, hogy új SDS. Nem csak azért kérdezem, hogy azért nem merik magukat liberálisnak nevezni, mert félnek az SDS fóbiától. Én azt gondolom, igen, hogy a liberális szó egyébként az Magyarországon ki van forgatva, és rosszul van használva, de nem csak ezért nem használjuk ezt a kifejezést, leginkább azért nem használjuk, mert sok más tagja is van ennek a közösségnek, ez egy sokszínű közösség, és én nem akarnám bármelyik őjüket felcímkezni, és mivel ők nem feltétlenül... Na, legyünk be egy új szempontot is, Anita. Picit még egy konkrétumot hadd kérdezzek, hogy én is megdolgozzak a fizetésemért, ne csak Kristóf. Egy picit az Erasmus ügyről arra kérem, hogy beszélgessünk, mert pont Cseh Katalin és talán Donát Anna is felszólalt ugye a bizottság lépésével szemben, talán még ők is meglepődtek ezen, hiszen itt elsősorban ugye a diákok lesznek a kárvallottjai ennek az esetnek, hogyha esetleg az történne, hogy elvonják ezeket a támogatást. Pénzeket, és ők azt javasolják, hogy ugye a programon belül közvetlenül a diákoknak szánt forrásokat használják fel. Na most ez a modellváltás, mert akkor ez egy modellváltás lenne, ez olyan elképzelés, amit a jelenlegi helyzet megoldásától függetlenül is keresztül szeretnének vinni ott az Európai Parlamentben adott esetben? Én azt gondolom, hogy mi mindig kiálltunk azért, hogy közvetlenül jussanak az uniós források. Tehát itt most nyilván az egyetemek vannak előtérben, de amikor az önkormányzatokról beszéltünk, akkor egyébként ugyanezt az elvet követtük. Ezt egyébként nehéz érvényesíteni, ezt az elvet az Európai Unióban, nyilván mert az Európai Unió tagállamok alkotják. Kormányok vannak ott, amelyek képviseltetik magukat mondjuk az Európai Unió tanácsában. És nyilvánvalóan minden kormánynak, a magyar kormánynak különösen, de minden kormánynak nehéz lemondani a hatásköréről, és azt mondani, hogy hát ne a kormányok osszák szét az uniós forrásokat, hanem kapjuk meg ezt közvetlenül. De mi egyébként ezt az elvet valljuk az egyetemeknél és az önkormányzatoknál is, és egyébként például civil szervezeteknél is. Tehát minél nagyobb mértékben jussanak az uniós források közvetlenül Magyarországra azokhoz, akik egyébként szerintünk sokkal tisztességesebben is használják fel azokat. Ez az önkormányzatoknál is felmerült, ugye, hogy kapjanak, ott volt ebbe előrelépés, hogy több forrást kaptak, mint korábban? Apró előrelépések vannak, tehát mondjuk 8. kerületben volt egy példa arra, hogy ott egy körülbelül 100 milliós támogatást, Európai Uniós támogatást elnyert a 8. kerületi önkormányzat, és vannak már most is létező modellek, a probléma nyilván a méretekkel van, hogy mekkora részét adja ez valójában egy önkormányzat költségvetésének. De most hogy gondolom, az se jön, nem? Tehát most a befagyasztott pénzekkel azok se jönnek, amit az önkormányzat kaphat esetleg. Én úgy tudom, hogy jelenleg ezekre a forrásokra várunk. Nyilván vannak olyanok, amelyeket már korábbi pályázatokban nyertek el, azokat szerintem folyósították, de most nem tudnék ebben kapcsolatban pontosabb mondani. Nyilván a most induló költségvetési ciklusban szerintem mindenki kivár egy előre, a fővárosi önkormányzat is kivár egyébként, hogy mire jut a kormány az Európai Bizottsággal, és mi mindig azon az állásponton voltunk, hogy ezek a pénzek jöjjenek Magyarországra, és
Ennek érdekében még hajlandóak voltunk támogatni is az erről szóló törvénymódosítókat a parlamentben, de az elvi álláspontunk az az, hogy ezt lehetőleg közvetlenül kapják. A pénzekről és a mértékről, ugye az elmúlt napokban vált fontos témával ugyancsak, és a Momentum nevéhez hozzá ragadt, vagy hozzá fűződött az egykori sikeres, az önök szempontjából sikeres olimpia kampány. Ugye most megint felvetődött esetlegesen az olimpia rendezésének gondolata. Abban egyetérthetünk, hogy nem a sporttal, nem az olimpiával, vagy bármilyen nagy világrendezvény idehozatalával van a gond, hanem a mértékkel. Tehát a Momentum azért a sportot, mint fontos, ugye a Fidesz kormány stratégiájának ágazatnak tekinti, azért nem írná le, tehát azért a sportnak lenne fontos szerep az önök szempontjából is, csak a mértékkel van a gondjuk, a költségvetéssel, a tervezett áldozatokkal, vagy mi erről a véleményük? Igen, én abszolút egyáltalán nem tartom magunkat sportellenes pártnak, sőt, én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy erre a pártok is felhívják a figyelmet. Itthon én azt gondolom, hogy sok szempontból azért a sportot azt nem feltétlenül sportcélokra használják valójában, vagy nem a tömegsport népszerűsítésére használják, hanem a TAO pénzeknek a elcsatornázására használják, látványberuházásokra fordítják, és most azt látjuk, hogy nyilván felépítettek rengeteg stadion szépen csendben, ráköltettek rengeteg pénzt, és kiáll Fűrjes Balázs, és azt mondja, hogy igazából rendezhetnénk olimpiát, én ezzel azért nem értek egyet, tehát szerintem még van munka bőven. Szijjártó Péter száfolta is azért, tehát hogy közeli gondolata felvetően, sőt, hogy valami józan döntést is ezzel kapcsolatban említhessünk, ugye a kézilabda VB rendezések jogáról éppen most mondott le a Magyar Szövetség az anyagi szűkössége miatt, tehát itt az olimpiát csak hosszú távon vetődhetne. Amit én jobban sajnálok, az az, hogy mondjuk a nyugati pályaudvar felújításáról is lemondott a kormány. Amit én jobban sajnálok, az az, hogy egyelőre még mindig nem látom, hogy mondjuk az én választókerületemben a János Kórház mikor lesz felújítva. Szóval szerintem lehet beszélgetni olimpiáról, és ez egy fontos dolog lenne, és értem, hogy Fűrjes Balázs erről álmodik, de nekem még lenne pár álmom, ami szerintem a prioritási során belülrébb kell, hogy legyen. Én még egy kicsit fordulnék az Európai Parlament irányába, pont a híradóban is elhangzott az, hogy mivel ugye ott a Momentum aktívan képviselteti is magát, hogy 9, talán ugye, ha jól emlékszem, akkor igen, 9 orosz oligarchát szeretnének eltávolítatni a magyarországi oldalról, a szankciós listáról, hogyan tudnak és milyen ellentétes álláspontot önökként képviselni. Mi eddig is azt képviseltük, és ezután is azt fogjuk, hogy valójában nem túl sok ember van ezen a szankciós listán, hanem túl kevés, tehát talán a legkirívóbb eset. Mármint, hogy nem azok között, akiket eltávolítani szeretnének, hanem hogy még több ember kelljen. Valójában még több ember kellene ezen a szankciós listán lenni. Hát a Kirill Pátriárkát említeném, talán mint a legkirívóbb eset, rajta kívül akit sikerült megfúrni. Most ezen kívül szerintem a többi oligarchát én név szerint nem tudom, de nyilván vannak a Momentumban olyan politikusok, akik kifejezetten külügyekkel, orosz politikával foglalkoznak. Tompos Márton egyébként pont ma indul Ukrajnába, és viszünk aggregátorokat összesen 12 millió forint értékben, igyekszünk segíteni, amennyire tudunk. Ez a gyűjtésük volt, igen. Ez a gyűjtés, amit ez közösségi adománygyűjtésből és a Momentum hozzátett adományaiból valósult meg. És akkor, amikor Magyarország egy ilyen állásponton van, akkor mennyire érezhető az, hogy mondjuk jobban elszigetelődik az Európai Uniós politikától és attól az érától, amilyen álláspontot nagyságrendileg arányaiban ott képviselnek, mert hogy ez nem közelíti az érdekeket, hanem sokkal inkább távolítja Magyarországot. Én azt érzékem, hogy ez az elszigetelődés már rég megtörtént. Tehát valójában már annyi ügyben ment szembe a kormány, az Európai Bizottsággal, a tagállamoknak a túlnyomó többségével, hogy bizonyos szempontból ez egy újabb ügy, de egy csepp a tengerben, mert már annyit láttunk a magyar kormánytól. A fő probléma szerintem az, hogy ezzel egyébként lassan az utolsó szövetségeseket is elveszíti a magyar kormány. Tehát ugye a lengyelek is például nagyon komolyan kiálltak ezzel szemben. Lengyelországban Oroszország megítélése sokkal egyértelműbb, mint itthon, és a lengyel kormány egyébként például a jogállamiság terén bármilyen jogsértéseket is követel, egyébként a külpolitikájában teljesen egyértelműen nyugatos elköteleződésű. Szóval én azt látom, hogy lassan egyedül maradunk az Európai Unióban, ez semmiképpen nem Magyarországért. Más-más történelmi tapasztalatokra alapoznak, bár nekünk sincsenek túl jó tapasztalataink az oroszokkal, vagy a korábbi Szovjetunióval való viszonyban, annál inkább nehezen érthető, hogy éppen Orbán Viktor, aki ugye a ruszkikat hazaküldte
állítólag. Hát most ebben a kérdésben nem kifejezetten egyértelmű álláspontot képvisel, illetve részben, hibáztatja rossz, a másrészt pedig megvédi. Nem is tudom, ez pontosan emberi jogi, vagy milyen alapon történnek ezek, vagy indokolják azt, hogy kiknek a nevét veszik föl, vagy szeretnék levenni a listáról. Ennek az indoklását én a magyar kormányra bíznám. Én nem tudom megérteni, hogy milyen alapon akarják az orosz oligarchákat levenni a szankciós listára. Hogyan tudják önök egyébként ilyenkor árnyalni ezt a képet? Tehát, hogy ne... Önkor arról beszélünk, hogy a magyar kormány hogyan és miképp gondolkozik, és milyen döntéseket hoz, vagy mikkel menne szembe, akkor Magyarország egészét érinti, és akkor abból nehéz azért egy-egy képviselői állásponttá kitűnni, és mondjuk egy másik szűkebb csoportot aktívan képviselni, ami egyébként szintén bizonyos szempontból, mint Magyarország érdekét képviselni. Szerintem ebből a szempontból kifejezetten fontos az európai parlamenti képviselők munkája, hogy ők beszélgessenek ne csak a többi európai parlamenti képviselővel, hanem a bizottsággal is, hanem az Európai Unióban dolgozó újságírókkal is, és árnyalják a Magyarországról alkotott képet, és elmondják, hogy rendben, ez a kormány álláspontja, de egyébként ez nem egy össztársadalmi álláspont. Itt nem arról van szó, hogy itt az összes magyar hirtelen Oroszország párti lett volna. Valószínűleg itt vannak különböző gazdasági érdekek, amik a jelenlegi kormányt Oroszországhoz kötik, ezért hozzák ezeket a döntéseket, és ezért lobbiznak azért, hogy a szankciós listáról lekerüljenek ezek az emberek, de ettől még ez nem nevezhető Magyarország álláspontjának, vagy a magyar emberek álláspontjának. Hajnal Miklós, köszönjük szépen, és várjuk február 4-ét, amikor lehull a lepel, majd az óriás plakátra, addig letakart arcról is. Köszönjük, hogy itt szemben. Köszönjük.